köszöntök minden kedves vendégünket a Dunakanyari Ifjú Muzsikusok 12. kamarazene találkozóján. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Verebélyi Ákos tankerületi igazgató urat. A zsűri tagjait, Lakos Ágnes. Lasszonyi Ingrid, aki hamarosan érkezik, illetve Eredics Gábor. Valamint a felépőiskolák intézményvezetőit, kollégáit, diákjait, hozzátartozóit, így köszöntöm a Kalászi Művészeti Iskolát Budakalászról, a Dunabotányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát Dunabotányból, Teleki Battai Művészeti Iskolát Pomázról, a Bujicsi Tihamér Zeneiskolát Szentendréről, a Tahitótfalui Pollák Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskolát, és mint szervező intézményt, melynek nevében felkérem Dr. Ágnes igazgatóasszonyt, tartsa meg köszöntő beszédét. A Tahitótfalui Pollák Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, külön tisztelettel fővédnökünket, tankerületi igazgató urat, polgármester úrnak, dr. Sajtos Sándornak küldöm üdvözletét, aki nem lehet itt, de majd meglátják tárgyi formában van, hogy mégis itt van az önkormányzat. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a zsűri tagjait, Zászkaricskéné Lakos Ágnest, Eredics Gábort és az érkező Lacshegyi Imrét, és titeket, kedves gyerekek, kedves ifjú muzsikusok, kedves tanárok és kedves szülők. Azon gondolkoztam, ahogy ide készültem, hogy ilyenkor nem rossz egy olyan beszédet mondani, ami valahogy emlékezetessé válik mindenkinek, és eszembe jutott, bizonyára többen látták a tévébe, amikor a sportgála volt a köztévé, közmédia csatornán, és ott a felelős államtitkár vagy vezető úgy kezdte a beszédét, hogy egy mindannyiunk által szeretett írótól egy olyan idézetet mondott el, ahogy éppen a sportot szídja, és erre mindenki úgy megdermett ott a nézőtéren, hiszen csupa sport szerető ember érkezett, de ez egy emlékezetes beszéd volt, ezt nem felejtem el, mert otthonról én is úgy megdermettem. Az a jó hírem, hogy megváltoztattam azt az elhatározást, hogy ilyen módon emlékezetes beszédet mondjak, hiszen a 7 milliárd, akár hány százmillió ember között olyan, akárhol a planétán, aki valamelyik műfaját a zenének nem szereti, biztos, hogy nincs. Így csak maradok az egyszerű szavaknál. Én azon szerencsés generáció közé tartozom, aki mindennapos éneklésen vehetett részt a 70-es években, és annak élvezte áldásait. Tulajdonképpen az általános iskolából számomra ez a legemlékezetesebb, ha lehet valamit mondani. A szerencsés show úgy folytatódott, hogy az első osztályom Szentendrén szintén zenetagozatra járt, és ugyanúgy a buszutak, sőt, még ma, amikor felnőttként találkozunk, 2-3 szólamba kezdünk énekelni. Nyilvánvaló volt, hogy a 2000-es években a gyerekeimet zenetagozatra adom, mi sem természetesen. Ekkor jött a 2000-es évek közepén egy olyan fordulat, hogy egyszer csak a mindennapos ének-zene órák száma lecsökkent. Mint buzgó fiatal szülő, rögtön ugye próbáltam ezért valamit tenni. Elárulom, hogy még aláírásokat is gyűjtöttünk, és küldtük az akkori fenntartásért felelősnek. És akkor sose felejtem, hogy egyszer csak világossá vált, ez nem pénz, és fenntartó kérdés, hanem sajnos valami fontosabbnak, idézőjelben, kellett átvenni a mindennapos éneklés helyét ott abban az iskolában, amit fájdalmas szívvel, de tudomásról vettem. Mindazonáltal, mint magyar történelem szakos tanár és intézményvezető, arra gondoltam, hogy ha valaki megkérdezne, mit változtatnék ma az oktatásba, biztos tudnám sorolni, de az első ötben benne lenne a mindennapos testnevelés mellett a mindennapos énekzene oktatás, amelynek a lélekformáló szerepe, a szellem fejlődésének a szerepe, ugye, hát már Kodály Zoltán, tehát én nem adok semmi nagyot, megfogalmazta. És hogy ez ma is trendi, modern szóval élve, egy olyan élményt szeretnék elmondani, hogy hallgatom a Kossuth Rádióba egy angol, teljesen általános iskolába, a tanárok azzal küzdenek, hogy a kompetencia felméréseken a gyerekek gyengék, hogy rendetlenek, és mit gondolnak, hogy mi az, amit vezettek, amitől egy 180 fokos fordulat következett be abba az angol iskolába, a Kodály módszer. Tehát ha hiszik, ha nem, ez így történt, és nagyon reméljük, hogy egyszer ez a
történés itt Magyarországon is megtörténik, és a heti egy énekóra, énekzeneórákból kötelezően több lesz. De addig is a zenetanulás reneszánszát éli, főleg itt a Dunakanyarban, és nagyon-nagyon nagy örömmel vagyunk a zenetanárokkal együtt, hogy ilyen szép számmal eljöttek Budakalásztól, Rumázon keresztül, ugye Tahitótfalu, Dunabogdány és Szentendre zeneiskolái. Külön tisztelettel még szeretném köszönteni két intézményvezető asszony, Polányiné Takácsodit és Hermeszné Uracs Mónikát, akik megtisztelik a rendezvényünket, és itt vannak, és az iskolájuk megképviselik. Köszönöm nekik! Végezetül annyit szeretnék mondani, hogy nagyon szép, elmélyült napot, emlékezetes napot kívánok mindjárt, szárnyaljunk a zene szárnyait, és nagyon jó szórakozást, ha kívánhatok ilyet, kedves mindjájuknak. És megkérem Verebély Ákos tankeret igazgatórat, hogy néhány gondolatát oszta meg önökkel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kedves vendégek, zsűritagok, szeretettel köszöntjük Laci Nyíratkoz a megérkezettől is. Először is nagy megtiszteltetés, hogy igazgatóasszony és polgármester úr felkért arra, hogy legyek ennek a csodálatos rendezvénynek a fővédnöke. Azért mondhatom így előre, és megerőlegezem, mert tavaly is volt szerencsém részt venni, és azt gondolom, hogy az a színvonal, ami tavaly megvolt, biztos, hogy most is lesz, sőt megkockáztatom, hogy talán még magasabb színvonalú lesz ez a mai rendezvény. Igazgató azt mondja, annyi mindent elmondott már, hogy nagyon nehéz új dolgot mondani erről az egészről, a zene fontosságról. Azt gondolom, hogy az az idézet, a zene mindenki, ezt zenét tanuló és nem zenét tanuló gyerekek, felnőttek, szinte mindannyian hallottuk már. És valóban ennek olyan fontossága van, lehet, hogy annak néhányan önök közül, akiknek már meséltem azt a nagyon egyszerű és rövid történetet, hogy én ugye alapvetően zenész voltam, most ide vetett a sors, hogy az intézményeket próbálom segíteni, irányítani. És annak idején, mikor én zongorát is tanítottam hosszú éveken keresztül, utána csak úgy kíváncsiságból összegyűjtöttem jó néhány nevet, ez több mint 100 volt a régi több ezer tanítványom közül, és úgy elkezdtem nyomozgatni, kérdezni ismerősöket, hogy ki mit tud ezekről a gyermekekről, és higgyek el, kivétel nélkül megdöbbenve tapasztaltam, hogy minden gyermek, aki legalább 3-4 éven keresztül zenét tanult, az ő élete rendben volt. Senkiből nem vált olyan ember, akinek a családja, a környezete azt mondta volna, hogy hát valami nincs rendben ezzel a fiatal emberrel, fiatal hölgyel. Családjuk lett, gyermekeket neveltek, munkájuk volt, van akiből mérnök lett, van akiből zenész. Lényeg az, hogy mindenki helyén volt. És én azt gondolom, hogy a zene hasonló, hogy aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet. Aki a zenét szereti, én azt gondolom, hogy rossz ember nem lehet. A felelősség önökön, a zenetanárokon, és gyakorlatilag az egész társadalmon abban van egy tekintetben, hogy a zene, a hallható zene, az ugye elég széles spektrumon mozog. És a pedagógusok, a zenetanárok és a szülők azok, akik kell, hogy segítség azt, hogy kiválasszák, hogy melyek azok a zenék, amit érdemes hallgatni, ami örök életű. És itt mindenképp szeretném kihangsúlyozni azt, hogy nem feltétlenül a komoly zenére, az úgynevezett klasszikus értelemben komoly zenének mondott muzsikát értem, mert mondhatom azt, hogy a könnyű zenében ugyanolyan színvonalú és ugyanolyan nagyságrendű zenéket, zeneszerzőket is meg lehet találni. Itt néhányat említek, Elton John, Freddie Mercury, számtalan olyan muzsikus van, aki azt gondolom, hogy 100 év múlva is az ő zenére azt mondják, hogy igaz. Tehát mindenképp az a fontos, hogy jó zene legyen, könnyű zene, könnyű zene, nincs lehetősége. Én kívánom mindannak az 5 intézménynek, és annak, ha jól emlékszem, igazoltó azt mondja, hogy több mint 80 gyermeknek, hogy ma egy maradandó élményben legyen részük, természetesen az érdeklődőknek is. És fontosnak tartok egy dolgot, és aztán nem várakoztatjuk itt szegény zenészeket, hogy nagyon fontos az, hogy valaki elindul egy zenei versenyen, találkozón, minél jobban szerepeljen a lehető legjobbak között.
de ennél fontosabb, hogy ő maga szeresse a muzsikát, és amikor ő kiáll, élvezze a zenéjét, hogy sikerül. Van, akinek nagyon jól, van, aki egy picit túlizgulja a dolgot, nem fontos. Egy rövid tegnap este élményem, egy jótékonysági este hívtak tegnap este, volt iskolám, ahol óradóként éneket is tanítottam, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy három tanítványom is ott volt a színpadon. Meghívták, volt, aki 28-29 éves, az egyikük énekelt, a másik pár gitározott. És aztán szünetbe oda mentem hozzá, és mondtam, hogy mennyire jó volt, tényleg nagyon jó volt. Amatőrök nem jártak zeneiskolába, egyszer csak elkezdtek zenélni, és hát tanár úr, milyen, hát majd a közönség, mondom, figyelj, a közönség nem tetszik, az hazamegy. Te élvezd, amit csinálj, ez a lényeges, és azt mondta, hogy végül is tanár úr igaza van. Úgyhogy azt kívánom nektek is, hogy élvezzétek, amit csináltok, a kedves közönségnek pedig jó szórakozást, jó izgulást. És a mai napot megnyitom. Köszönöm a figyelmet! Azt kívánom én is a közönségnek, hogy élvezik a színpadról elhangzó élő zenét, és ne pedig a mobiltelefonok csengő hangjait. Szeretném kérni, hogy mindenki némítsa le, vagy kapcsolja ki a telefonját. Illetve a fellépő gyerekeknek szeretném mondani, hogy amikor a színpadról jönnek lefelé, akkor ne rohanjanak hátra, hanem Zakar Ágnes igazgatóasszonytól vegyék át egy gratuláció keretében a számukra elkészített emléklapokat. A színpadon pedig a Tahitótfalui iskola gitárzenekarát láthatják Gellért Gabriella tanárnő vezetésével. Műsoruk egy ír népdal és egy görög tánc. A zenekar tagjai Bíró Ilona, Gészalai Csilla, Madarász Réka, Szabó Zénó Attila, Szadecki Bence, Ziller Richard és Ziller Roland, illetve Gellért Gabriella tanárnő.
Thank you.